A Zöld Kommandó első bevetésén vagyunk. Eddig is voltak ellenőrzések, amin az illegális szemetet ellenőrizte a Miskolci Önkormányzati Rendészet. Miben különbözik most ez az eddigiektől? Az összefogást és a figyelemfelhívást tudnám kiemelni. Az összefogás mindenképpen az önkormányzat említendő, mint közreműködő szervezet, a MIREHU munkatársai vannak jelen, mint operatív közreműködő, a rendőrség és a Miskolci Önkormányzati Rendészet. Az összefogás ezen alapul, hogy ezen szervezetek együttműködnek és próbálunk demonstratívan, persze ellenőrzésekkel operatívan, de mégis figyelemfelhívóan fellépni az illegális szemétlerakásokkal szemben. Figyelemfelhívással szeretnénk megelőzni, hogy kikerüljenek közterületre az illegális szemét mennyiség. Mert szükség van a lakosságra, és milyen segítségre számítanak tőle? Nagyon fontos szereplője lehet ennek a lakosság, eleve akkor, hogyha megelőzi ezt, tehát nem rakja le a közterületre a szemetet. Amennyiben ez megvalósul, és valaki ezt tanúsítani tudja, látta az autót, aki oda vitte, felismeri a szemét, vagy leírást tud adni róla, rendszámot tud biztosítani számunkra, akkor a Zöld Kommandó tud együttműködni úgy, hogy dokumentáljuk ezt, végigvisszük az eljárást a hatóságig, és természetesen zártan kezeljük az adatát, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe a bejelentő. Van egy ingyenes telefonszámunk, ez a Miskolci Önkormányzati Rendészet éjjel-nappal hívható telefonszáma 0680 46 00 46. Itt a munkatársaim fogadják a hívást, és lehetőséghez képest akár azonnal, de reagálunk ezekre a bejelentésekre. Hogyha valakit illegális szemétlerakáson kap ez a Zöld Kommandó, akkor ott milyen eljárásra van lehetőség? Megpróbálnánk mi azt megszüntetni, kérni őt, hogy szedje vissza a szemet, amennyiben ez megtörtént, de hogyha már elkövette a szabálysértést, 5 és 50 ezer forint között bírságolunk a helyszínen, vagy pedig feljelentést kezdeményezünk az elkövetővel szemben. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.